Szia! Hát be vagyunk zárva, ha tetszik, ha nem. Hogyha már így alakult, akkor csináljuk úgy, hogy tetszen. Jusson időnk minden olyan dologra, amire egyébként mindig csak sóhajtozunk, hogy de jó lenne a fölhalmozott könyveket kiolvasni. De jó lenne meg kipróbálni egy receptet, de jó lenne horgolni, de jó lenne kötni, stb. Stb. És de jó lenne az unokákkal több időt tölteni. Ez most nem történhet meg újra, hogy több időt töltsünk az unokákkal, viszont készíthetünk nekik ajándékot, ha van egy kicsi maradék fonalunk, nekem is akadt, és ezért gondoltam, hogy megmutatok nektek egy olyan mintát, ami lemértem 6 perc alatt elkészül. Ez pedig a nyuszika, a húsvéti nyuszi, mert a húsvét el fog jönni, karantén ide vagy oda, a tavasz tudja a dolgát, és az ünnepek is jönnek szépen sorba. Tehát a nyuszikából többet, és én idáig kettőt készítettem, tudtok csinálni. Azt feltételezem, hogy tudsz már láncszemet és egy vagy több ráhajtásos pálcát készíteni. Úgyhogy a következő a menet, hogy legyél kedves, készítsél 6 láncszemet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ebből a 6 láncszemből egy karikát, és akkor ez kész is van. A 6 láncszemes karikából öltsél 1, 2, 16 egyráhajtásos pálcát a következő módon: 8 pálca, 8. pálcára egy 3 láncszemből készült pikó, utána újra 8 egyráhajtásos pálca, és kész is lesz a nyuszinak a teste, és a pikó pedig a farka. Tehát el is készültem, 16 egyráhajtásos pálca, és itt van a farka, ami a következő módon készült, ugye? Tehát 1, 2, 3 láncem visszaöltve az elsőbe, és akkor lesz ilyen kicsi dudor, ez a farka. Ez pedig a teste, a következő pedig 2 pálcára öltünk 5 darab egyráhajtásos pálcát, ugye az egyráhajtásos pálca az 3 láncszem, tehát már kész is van a 2, 3, 4 és 5. Nézd! Itt van a nyuszi. Itt a farka, itt a teste, itt a feje, és akkor a nagyon-nagyon egyszerű rá tenni a fülét a következő módon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 láncszem, visszaöltök, így egyik füle, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, visszaöltök, és kérlek szépen, így készen van. Itt a farka, hol a farka? Itt. Lát, ennyi a húsvéti nyuszi. Jó szórakozást, minden maradék fonálnak a felhasználását. Ja, így. És kellemes időtöltést. Abban bízom, hogy hamarosan vége ennek az őrületnek, a bezártságnak, és akkor újra fogunk találkozni az unokával, és újra fogunk együtt játszani, együtt sétálni, akár együtt horgolni. Kitartást,
maradjatok.